A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok! Egy rendhagyó gondolatsorokkal kezdeném, tehát nem egyel több rendhagyó gondolatsorral. Ki fog derülni, hogy miért. Ezek az alkotások versek, beszélgetések, gondolatok, amelyek a mindennapjainkról, gondolatainkról, érzéseinkről szóltak, adnak egy újabb esélyt a felnövekvő nemzedéknek arra, hogy 21. századi fehérvári ihletésű verseket is kezébe vegyen. Bővítsük ezzel a kötettel is az olvasni jó mozgalmat, olvasson valaki az otthon csendjében, vagy éppen egy hangulatos kávézó sarkában. Utána pedig jöhet egy jó beszélgetés az olvasás élményről. A beszélgetés majd meg lesz, folytatnám. 30 éve vagy már kicsit régebb óta két sima eddások voltunk csupán, akik szerettek focizni, és akik fociztak is kispályán, nagypályán, mezőn, betonon, eddatáborban, mindenhol. Ráadásul mindketten kesztyűbe bújva tettük ezt, ha hivatásról volt éppen szó, és nem buli fociról. Aztán az utak mentek tovább, mindegyik külön-külön a maga nyomában. De valahogy újra és újra mindig összeértek, keresztezték egymást. A mai rohanó talán már túl digitalizált világunkban, amikor az írás-olvasás szokása kezd elcsökevényesedni, köszönhetően annak is, hogy rengeteg egyéb mód van, amely úgymond a sokkal könnyebb kikapcsolódás lehetőségét nyújtja nekünk, elég csak az okostelefont említeni és az ő csodáit, üdeszínfolt olyanokkal találkozni, aki a gondolatszabászat művészetét még papírra vetve gyakorolják. És végezetül, barátom, kívánom neked, hogy örök életedben tud tartani magadban az örök gyereket, vagy csak úgy enged, hogy éljen magától. És másoknak is ezt kívánom, hát ha a sok tiszta szívű belső gyerek együtt legyőzi a minket körülvevő, megoldhatatlannak tűnő problémákat. Nos, ez a három, illetve négy gondolatsor, Gábeszvé, Kis Gábor, rajzoltam neked egy Bárány című új verses köteté előszava tulajdonképpen, akik pedig ezt jegyezték, Cserpakovics András, Diszt Péter, igen, a mi fantasztikus kapusbarátunk, Koroknai Árpád, és Csengei Marci, Csengei Márton, talán a versünnepről még emlékeznek rá, hiszen egy fantasztikus versmondót ismerhettünk meg személyében. Vendégem pedig természetesen Gábes V. Kis Gábor, szervusz! Szeretettel köszöntök mindenkit! És itt van a kezemben, rajzoltam neked egy bárányt természetesen. No, hát ez a 12. kötet. 192 verse. Mindig elvarázsolsz bennünket. Igen, hát ugye az apropója az ezredik vers. Tehát azért is jött össze ilyen hamar ez a kötet, mert hát nem volt titkolt, hogy azért szerettem volna egy nagyobb szünetet tartani, de egy kiadó is azt mondta, hogy még az előző kötet nagyon megy, még pörög, még úgymond üljünk fel ugyanarra a vonatra, ne várjunk tovább. És akkor ugye összeszámoltuk a verseket az előző könyv megjelenése után, és kiderült, hogy akkor 870-nél járunk. És hát milyen jól néz az ki, mondjuk úgy, hogy kevesen juthattak el odáig, hogy akkor 1000 nyomtatásban megjelent versük megjelenik hivatalosan. És akkor elkezdett születni a könyv, voltak ebben véletlenek is, tehát például a cím az egy teljesen véletlen kirándulás közben jött, amikor a Balaton felvidéken járva megláttuk azt a bizonyos hegyet, ami hasonlít a Kisherceg elején lévő kalapszerű elefántra, amit ugye lenyelt egy kígyó, és innen jött a cím, meg hát visszakötve a leges-legelső kötethez, amiben szintén megjelenik a Kisherceg. Úgy gondoltam, hogy hát ugye ott a legendás mondat az, hogy kérlek, rajzolj nekem egy bárányt, és miért ne lehetne az, hogy ezúttal a pilóta hívja vissza a Kisherceget a földre, és ő mondja neki azt, hogy gyere, mert rajzoltam neked egy bárányt, mert ugye nem titkoltam, minden fejezet előtt van egy kis felvezetőnk, ami a kisherceg és a pilóta, a kisherceg és a pilótának a fia közötti párbeszédet tartalmazza.
olyan formában, ami kellő komolysággal szeretné felhívni a mai olyan dolgokra figyelmet, ami felett könnyen elsiklunk. Az oldalon olvashatjuk, hogy azt mondtad, hogy 9-szer nyálasztod át, mire nyomda kész lett. Ez általában azért nem szokásod. Igen, leginkább megmondom szintén, hogy az új versformák miatt, mert ebben igyekeztem teljesen az előző indulás után megújulni tovább, mert az előzőnek is az egyik fele már teljesen új stílus volt hozzám képest is, és ebben megjelentek az úgymond párbeszédversek, akkor megjelentnek benne olyan versek is például, amit kétszer kell olvasni, mert olyan, mintha narálva lenne a vers, tehát van egy fonala, azt el kell olvasni először, mondjuk ez egy aláhúzott betűtípussal jelenik meg, majd van a minden sor alatt egy narráció, hogy valójában mit is jelent, úgymond ironikusan az a szöveg, és akkor még egyszer el kell olvasni az egész verset, tehát úgymond különlegesebb versformák is megjelennek benne. És ez újdonság, és ráadásul én azt gondolom, hogy mindenkire ráfér, független attól, hogy versolvasó vagy sem. Téged idézlek most néhányszor, hiszen nagyon fontos gondolatokat osztottál meg velünk a könyv megjelenése kapcsán. Tehát azt írod, hogy nevetted csípított, felbosszant egy kicsit, és néhol a szíved beharap. Gyönyörű mondat, viszont ennek hagyományosan megvan a mélysége, amit csak te tudsz ilyen értelemben megmagyarázni. Igen, ugye nagyon szeretem úgymond azt, hogyha nagyon hullámzik egy kötet. Mert hogyha nagyon egysikú, akkor valószínű, hogy szerintem többen félreteszik, mint akkor, hogyha hullámzó egy kötet. Úgy gondolom, hogy szinte az első 100 oldalba olyan versek kerültek be, amik csak pusztán kikapcsolni akarnak, tehát mondjuk úgy, hogy ahogy már az előző könyvben is ott volt, vannak nagyon mai nyelvezetű versek, amivel direkt a fiatalokat próbálom meg érinteni, meg versolvasásra ösztökélni, mert szerintem azért jók amúgy a versek, mert ha az embernek talán csak egy perce is van, előveszi egy oldalon, kinyitja, olvas egy kicsit, és már félre is teheti, és mehet tovább, csinálhatja tovább a dolgát. És szépen, ahogy abban a bizonyos lakásban, ami maga az egész világ, jutunk egyre beljebb, úgy lesznek egyre mélyebb tartalmúak a versek, mert persze természetesen vannak idősebb olvasóim is, és ők viszont inkább a mélyebb tartalmú verseket szeretik, ugye, ahogy szokták mondani, ezeket a fiatalos verseket már nem is biztos, hogy értik, viszont szerettem volna nekik is adni. Gól és öngól. Te kapus nagyon is jól tudja, hogy milyen óriási különbség van, gólt kapni, öngólt kapni. Ez mindenképpen egyik oldalról lőni, ez természetesen más. De nálad ez hogy van? Hát igazából ugye úgy gondolom, hogy persze, hogy ugye könnyű mondjuk úgy, hogy másokat kritizálni, bár ez soha nem állt szándékomban, inkább szeretem azt a bizonyos görbetükröt eléjük tenni, hogy inkább ők vegyék észre magukat, de mivel természetesen tudom, hogy én is messze vagyok attól, hogy tökéletes legyek, ezért kell úgymond néha öngolt is rúgni, mert szerintem az egy kicsit, ugye az a bizonyos mérlegnek mindig jelen kell lennie, hogyha bármire is gondolunk, hogy mind a két serpenyőjébe kerüljenek dolgok, és ezért fontos az öngól is szerintem, tehát magyarul az önkritika, csak ugye ez másképp lett megfogalmazva, mert úgy gondolom, hogy úgy hiteles valaki, hogyha a saját hibáját is észreveszi, és nem csak a bizonyos másik szemébe keresi azt a szálkát, és ezek az öngólversek. A gól az pedig szerintem azt jelenti, amikor mindenki tudja, hogy az az adott probléma, az az adott úgymond élet sánta része jelen van a valóságunkban, csak nem mindenki akarja észrevenni, vagy nem mindenki akarja elismerni, és ezt próbálja fölnagyítani az a vers, ami úgymond gólt lőtt a végén. Tudjuk, hogy rendkívül fontosak számodra az emberi kapcsolatok, a valós emberi kapcsolatok, de ez a valós emberi kapcsolat ezzel a jelzős szerkezettel mennyiben más, mint az általában csak egy kapcsolat? Hát ami ellen ugye nagyon tiltakozom, ha van kapcsolat, akkor az ne legyen felszínes. Amire gondoltál az előbb, szerint ez az általános kapcsolat, ez sokszor az a felszínes. Az a igen, megkérdezem, hogy vagy, de már lehet, hogy a gondolataim egy mondattal előbb járnak, és valójában nem is érdekel, amit válaszolsz. Úgy gondolom, hogy ha kevés időt is tudunk szánni a másikra, akkor az legyen minőségi, akkor az legyen olyan, hogy odafigyelünk rá, ha kell, ha kér, tanácsot adunk neki,
ha kell, segítünk neki. Csak az a lényeg, hogy nem baj az, hogyha kevés emberre tudunk igazi időt szánni, de akkor rájuk igazi időt szánjunk. Tehát adok, hogy adj, teszek, hogy tégy. Igen. Tehát fontosnak tartom, itt is ugye újra előkerül az a bizonyos mérleg. Fontosnak tartom, hogy ne ürüljön ki a serpenyő. Nem mondom azt, hogy végig egyensúlyba kell lennie, mert hogyha valakit nagyon szeretünk, annak valószínű, hogy végtelen számú dolgot tudunk adni, ez tényleg akármi is legyen, csak idő, csak tanács valami, és nem várjuk el, hogy ő is ugyanannyit adjon nekünk. De ha az a bizonyos másik serpenyő teljesen üres lesz, tehát az illető úgymond nem viszonozza semmivel, akkor mondjuk úgy, hogy az a mérleg előbb-utóbb felborul. No, innét folytatjuk, egy verset szeretnék. Jó. Megmondom őszintén, nem készültem, de próbáljuk meg. A 165. oldalon nyílt ki a könyv, ahol is az Anyám című vers van. Anyám, adj erőt újra mosolyodból, ne kelljen minden nap holnaptól félnem. Hitet abban, hogy ez már volt valami, s bár gyarlón, de eddig sem hiába értem. Kérlek, ölej magadhoz tekinteteddel, ahogy születésem utáni percben rögtön, segíts elhinnem, hogy mit kaptam áldás, s nem egy rosszul sikerült, ügyetlen börtön. Anya, kérlek, vigyázz rám továbbra is úgy, ahogy senki más nem tenné soha idelent. Segíts szeretni mindenkit, ki fontos nekem, s elviselni minden sokszínű furcsa idegent. Anyám, vegyél erőmből, amennyi csak kell, hogy még sokáig együtt ébredjen minden nap, adok mosolyomból, hitemből, öleléseimből, mert az én legnagyobb csodám csak te vagy. Igen, hát ennek megvannak a mélységei, én azt gondolom, mindenféle értelemben. Miközben ízig-vérig 21. századi. De ez bárhol, bármikor, bárhol elmondható az édesanyáknak. És ebből is kiderül, hogy egyedül nem megy. Ugye? Ezt te tartod. Így van. Nagyon fontos. Ahogy az előbb is mondtam, nem baj az, ha csak pár ember van körülöttünk. Tényleg ez lehet 2, 3, 4, 5, de azok a szülői kapcsolatok, azok a barátságok, azok igaziak legyenek. Tehát érezzük, hogy az igazi, nem felszínes. Mióta a világ benned van a szarkazmus, ugye a tükör egyik oldalról, és a görbe tükör, és ahogy most olvashattuk, illetve olvastad ezt az édesanyákhoz szóló verset, a szív és a lélek mélységei. Ez mind egy olyan kapcsolódási pont, amire ebben a felgyorsult világban rendkívül nagy szükség van, mondom én. Én teljes mértékben egyetértek. Tehát úgy gondolom, az is ugye jó pár helyen jelen van a könyvben, hogy a másik ugye filozófia, amit vallok, hogy igazából csak addig élhetünk igazán, amíg nem nyomjuk el magunkban a gyermeket. Tehát a belső gyermeknek mindig is élnie kell, mert hogyha ugyan rides, ez nem korfüggő, ez teljes mértékben lehet akár 80 évesen is, mert ha a belső gyermek meghal, akkor már nem biztos, hogy merünk álmodni, akkor már nem biztos, hogy merünk őszintén igazán szeretni, akkor nem biztos, hogy merünk bohóckodni, magunkból bohócot csinálni, ha éppen az kell, hogy felvidítsunk valamit. Tehát megszűnik szerintem az őszinte élet. Tehát az nagyon fontos, hogy a bennünk lévő gyerek soha ne aludjon el végleg, merjük előhívni, tényleg, ha kell, merjünk bolondok lenni, és merjünk igazán őszintén szeretni. Ugyanakkor a szarkazmusra szükség van? Tehát azért ebben a világban gyaníthatóan számtalan olyan eset, történés van velünk napról napra, ami ezt, ha tetszik, ha nem tetszik, megköveteli. Mindenképp, mert hát sokan bántásnak veszik, viszont tényleg, ahogy már korábban is mondtam, soha nem annak szánom. Csak talán próbálom felhívni a figyelmet arra, hogy emberek magukban nézzenek, vagy elgondolkodjanak azon, hogy biztos, hogy jó, amit csinálok, biztos, hogy nem túl felszínes életet élek, biztos, hogy vannak igaz pillanatai az életemnek. Ezért kell szerintem úgymond egy-két, akár egy pici apró problémákat is felnagyítani, hogy lehet, ha már csak két ember olvassa el és elgondolkodik rajta, akkor úgy gondolom, hogy már előrébb járunk. És a görbetükör, a szarkazmus görbetükör helyek közel akár lehetnek egymás fedő gondolatai is, de mégsem mindig így van.
Így van, mert hát ugye a szarkazmus az sokszor egy élethelyzetre hívja föl inkább a figyelmet, vagy azt nagyítja föl. A görbetükör meg leginkább mondjuk úgy, hogy embertípusra, vagy emberek egymás közötti helyzetét nagyíthatja föl. Tényleg a végeredmény az lehet hasonló, de tényleg ami még szerintem nagyon fontos ez, hogy ne bántodjon meg senki, maximum gondolkodjon el, és ami még nagyon fontos a kötetben, sokszor mondtam is, hogy lehet véleményezni, lehet nem egyetérteni, mert ez ugye lényegében csak az én tükröm. Az nem biztos, hogy mindenkinek ugyanolyan tükör van előtte, vagy ugyanolyan tükörben néz bele, de tényleg, ha egy kicsit okozok neki pár olyan percet, hogy elgondolkodik, és ne adj Isten, másik irányba indul el, akkor meg már óriási nyereség van. Most én is találomra kinyitottam a könyvet, és itt vagyok a 248. oldalon, a kihalóban. Alapozó a falra kell, nem az arcra fél kilós, főleg nem a szívre. Belőle ébredünk és benne múlunk el, kard ki kard, állandó a harc fent és bent. Néha az okos győz, sokszor a buta tanár, s igen, ha engednek, van, hogy a szamár. Neki köszönhetek minden szerelmet, barátot, ő súgta, szólítsd meg, mert ha nem, megbánod. Kacsint és mondja, engedd, hadd vezesselek újra, valami valóban igazihoz, és még azon is túlra. Igen, hát ez egy olyan, tehát én mindig ámulok-bámulok egyébként, de annyira tiszta, világos, őszinte gondolatsor, amit én most szívem szerint minden tinédzsernek a kezébe adnék, mert ez nem csak a felnőttek, az igazi felnőttekhez szól, hanem azokra a tizenévesekre is hatással lehet, akiknek erre most nagyon nagy szükségük lenne. Igen, ez talán a címből is pont rájuk utal, mert most haladunk a fele, hogy egyre jobban kihalóban van a szívnek a használata, mert ugye nem titkoltan ez a versnek az eleje is arról szól, hogy a szíveddel ismerj élni, ne csak az eszeddel. Ez ugyanúgy visszakanyarodva az emberi kapcsolatokra vonatkozik leginkább, mert sokszor jártam úgy életemben, hogy azt a bizonyos egyesélyt nem adták meg akár nekem se, és még esetleg én is voltam fiatalon, úgyhogy nem adtam meg másnak. Erre gondoltam itt az elején leginkább, hogy ugye, hogyha valaki nyit felénk, akkor nem mondjuk neki azt egyből, hogy nem, mert akár egy 10 perc múlva, egy óra múlva, egy nap múlva, egy hét múlva, hogyha adtunk neki egy esélyt, hogy megismerjük, akkor is mondhatunk még nemet, hogyha úgy gondoljuk, hogy az ő élete és a mi életünk nem lehet közös úton. De nagyon sok olyan kapcsolatot szalajtunk el ezáltal, hogyha rögtön mindenre nemet mondunk, bezárkózunk, amiből esetleg nagy nyereség lehetne az életünkbe. No, akkor essék szó a tanulságmesékről. Hát ugye van benne egy hosszú tanulságmese, az lényegében szintén az életből, a saját életemből van merítve. Szerencsére azt még el kell áruljam, hogy azóta már jobb fordulatot vett, mint ahogy akkor befejeztem. Az is egy hosszú barátságnak a tanulság meséje, amely kicsit szintén át van ültetve a róka és a kisherceg vonalára, hogy ugye újra abba a fejezetben is visszatérjen. Ez a bizonyos mesevonal, és szerencsére azóta már a kisherceg visszatért a rókához, hogyha ezt ugye nézőknek elárulhatom, és a tanulságmese nem úgy végződött, ahogy a könyvben meg van írva, de akkor minden szava őszintén lett leírva, és azt is annak szántam, hogy viszont néha, hogyha valakinek túl sokat adunk, akkor lehet, hogy mi is megsérülhetünk benne. No, és akkor marad nekünk nagyon sok minden más mellett, de hát a teljesség igényével ezt nem tudjuk megbeszélni, az utopisztikus valóságreceptek. Az utópia az nagyon-nagyon fontos, és elkerülhetetlen, valljuk meg, a valóság nem különben, és ha ez receptre, és akkor kell hozzá egy receptúra, amit a felelős költő megír nekünk. Így van, hát ez volt a legnehezebb fejezet. Tehát úgy voltunk vele, hogy igen, hogyha már helyiségekre osztjuk a könyvet, akkor kell egy konyha is, de hát egy irodalmi alkotásban mit szálljunk a konyhába, és egyszer az is egy út közben jutott eszembe, hogy hát miért ne lehetnének úgymond valóságreceptek, ezek ilyen szintén az előző beszélgetés vonalra utalva
azért is írtam, hogy utopisztikus, mert egy kicsit úgy is mondhatjuk, hogy szenilis receptek. Én nagyon egyszerűek, hogy például boldogságpercek, az az egyik recept neve. Akkor van olyan is, hogy akkor az egyéni perceink, amikor hangosat töltjük, amikor halkan töltjük, amikor merengünk. És igazából ez lett egy kicsit irodalmian megfogalmazva, hogy mi kell hozzá, tehát ugyanúgy összetevők, hogy például a boldogságpercekhez kell egy olyan hely, ahol szeretünk lenni, kell egy olyan ember, akivel szeretünk lenni, és akkor ne féljünk megállni abba a bizonyos rohanásba, és azzal az emberrel egy olyan helyen, ami nekünk fontos eltölteni, ez lehet akár édesanyánk is, eltölteni egy olyan 10 percet, negyed órát, fél órát, amit csak rászánunk, és amikor kimerünk lépni a valóságból egy kicsit. Ha össze kéne foglalnunk, hogy ugye azt írod, vagy inkább halljuk tőled a plusz egy. Plusz egy utolsó könyv, mit újra a minek írok, hisz egy hét alatt nincs egy percet, hogy megállj, kicsit miattam ránéz, és magadban elolvas egy kurva verset. Bizony, szarmikor az igénytelenség folyton a TikTok csapdájába kergett, hibaszottú zsüllyedő világ esztesa, muszájból álmodom, és muszájból kelek. Igen, ez érdekes. Hát ez vissza a fiatalokhoz, mondjuk úgy, hogy artspiriton őszintén, és ezt azért tettem a végére, mert ez pont egy olyan időszakban jött, amikor próbáltam verseket átadni másoknak, de még az a bizonyos egy perc sem lett rászámva, mert éppen egy másik alkalmazásra, egy telefonra, egy valamire kellett az a bizonyos egy perc, hogy megnézzünk egy sokadik értéktelen videót. És ez azért került a végére. Ez, hát mondhatom azt, hogy egy kicsit a jövőre is mutat, ami azt jelenti, hogy nem tudom, hogy papíralapú könyv készülni fog-e, meglátjuk, de most valóban egy nagyobb szünetet tervezek. No. Gábor, akkor mi most berúgtunk? Igen. Az irodalom alkohol. Így de? Van. Most ebbe a fél órába biztosan. No, akkor búcsúzzunk azzal, amit itt a könyv végén olvashatunk. Kicsit még maradok, szívből szeretni akarok, anyád, barátod, házad, téged, az égen, a napot. Bohócki szívből csak másokkal együtt nevet. Igazán köszönöm, ha valaha megismerhettelek, és ezt nagyon komolyan mondom. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, Kis Gábor Gabes V volt a vendégem. Az új könyve Rajzoltam neked egy bárányt. Ajánlom kedves minnyájuknak, higgyék el, megéri, olvassanak velünk együtt. Köszönöm, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.